Sziasztok, kedves barátaim! Március 13-án újra leszek ádasi, amelyiknek az a neve, hogy Pápa Mócsani Ekádasi. Történet Pápa Mócsani Ekádasiról Bhavishottara Puránában olvashatunk, ahol Judhisthir Maharaj kérdezi Krisnától, hogy milyen áldásokkal meg tud ajándékozni Pápa Mócsani Ekádasit, azt a szemét, aki megfelelően követi a bőtöt. Judhisthir Maharaj Krisnahoz fordult, és következő szólt: kedves Krisna, már meséltél nekem Amalaki Ekádasiről, most szeretnénk hallani Pápa Mócsani Ekádasiról, milyen áldásokkal ajándékozza meg ez az Ekádasi azt a szemét, aki követi a bőtöt. Krisna elkezdte mesélni, és mondta, hogy ez az Ekádasi olyan csodálatos, hogy megszabadul embert minden bűnnek a visszahatásától, ez mellett az a személy, aki követi Pápa Mócsani Ekádasit, olyan embert nem tudnak befolyásolni se szellemek, se a démonok. Pápa Mócsani Ekádasit mesélte Lomasa Rishi mandátának, egy másik királynak. A király mandáta kérdezte a Rishit: kérlek, nagy szent, meséld el nekem, mit jelent, hogy Pápa Mócsani Ekádasi. Lomasa Rishi válaszolt neki. Egyik alkalommal egy nagyon csodálatos erdőben, amelyik sok-sok virággal és csodálatos, illatos növényekkel volt tele, az Úr Indra és a többi társai csináltak egy pikniket, és ott élvezték. Ugyanebben az erdőben élt és meditált, és végezte vezekléseket egy nagyon nagy szent, akinek a neve Medhavi volt. Indra társaságában volt nagyon sok szép és fiatal lány, akik mikor meglátták a csodálatos Medhavit, akkor akarták őt lehúzni, hogy megszakítani akarták az ő vezeklését és a meditációt. És a lányok között volt egy igazán nagyon-nagyon szép és fiatal apszára, akinek a neve Majugósa. A Majugósa elmén Ké uralkodott el, és ő mellette költözött, felállított egy kisebb házikot, és ott élt, és elkezdte énekelni csodálatos dalamokat, vína hangszeren kísérve az éneket. Ilyen módon próbálta degradáltatni a nagy Medhavi szentet. És sikerült is, mikor ő meghallotta a csodálatos énekeket, megérezte ennek a apszarának az illatát, a testét, ő szantál pasztával bekente, és ez egy nagyon-nagyon elbővülő illata volt, és meglátta a csodálatos arcát, akkor elfelejtette mindenféle meditációról, vezeklésekről, és egyetlen egy vágya volt, ez az éjszakát vele tölteni. Mikor Majugósa meglátta, hogy mi történt, megzavarta végül egy bölcsnek a meditációt, akkor el akart volna menni, de Medhavi mondta: jó, kérlek, maradjál velem csak egy éjszakára. Valójában 57 évig, 9 hónapig és 3 napon keresztül ott volt vele a Majugósa, de a Medhavi bölcsnek úgy tűnt, hogy csak egy pillanatok voltak együtt. Szóval láthatjuk, amikor az ember elalszik az anyagi élvezetek hatására, akkor az élet az rohan, de az ember azt gondolja, hát még egy alig élveztem valamit. És utána csak jön az öregedés, a halál, de ember mindig gondolja, akarok még élvezni, és így tovább, és így tovább. Szóval ugyanaz történt Medhavivel is. És 57 év múlva Majugósa kérte engedély, hogy menjek el haza, légy szíves, de Medhavi mondta: hogy fejezzek be a reggeli kötelességemet és a ritusaimat. Erre Majugósa mondta: kérlek, engedd el, mert én már 57 éven keresztül veled vagyok, és ekkor felébredt a Medhavi, hogy Úristen, én 57 évet elpazaroltam, nem meditáltam, nem jógáztam, nem vezekeltem miattad. És nagyon dühös lett, és mondta: te elraboltál az én tudatomat, elraboltam 57 évet tőlem, ezért megátkozlak, pisácsá leszel. Magyarul te leszel egy boszorkány, mert mint egy boszorkány elbódítottál a tudatomat. Majugósa nagyon megijedt, és elkezdte könyörögni hozzá: kérlek, ne tedd vesz velem, végül én próbáltam elégedetté tenni téged 57 éven keresztül,
és most erre megátkozol, kérlek, ne tedd ezt velem. A Medhavim válaszolt neki, most már megátkoztam, és mivel én 57 éven keresztül veled voltam, én elveszítettem minden erőmet, és most nem tudok visszavonni az átkomat. Ezért tudok adni egy tanácsot, hogyha Pápa Mócsana ekádási napján tartani fogsz böjtöt, akkor felszabadulsz ettől az átoktól. Így a Madzsugósa távozott. A Medhavi hazajött az apjához, az apjának Csiavana Múni volt a neve. Apja várta vissza a fiát, 57 éven keresztül látta, hogy a fia elesett, és akkor mondta, kedves fiam, ezzel az élettel elveszített el meditációnak a vezetéseinek minden jó eredményét, és most a tudatot teljesen be van szennyeződve. A Medhavi fia nagyon megijedt, és mondta, kedves apám, esetleg tudnál mondani nekem valamilyen tanácsot, hogyan tudok jóvá hagyni, és megszabadulni ennek a bűnös cselekvésnek a visszahatásaitól, hogy visszanyerjek a lelki tudatomat. Erre az apja mondta neki, igen fiam, hogyha Papa Mócsana ekádasin tartoz böjtöt, akkor meg tud szabadulni, és visszaállítasz az eredeti lelki tudatodat. Ezután Medhavi megvárta az ekádasi napot, böjtölt, vezekelte, és megszabadult minden bűntől. Ugyanakkor párhuzamosan Madzsugósa is szintén tartott az ekádasit, és ő is megszabadult az átkától, és akkor mindenki nagyon boldog volt és elégedett. Így végződik ez a kis történet, és még egyszer az, aki tartja böjtöt ezen a napon, azzal a céllal, hogy Úr Isten legyen elégedett vele, akkor minden bűnös cselekvésnek visszahatását nullázni fog, nem fognak befolyásolni vagy hatni rá se szellemek, se démonok. A böjt megtörése pedig március 14-én lesz, 5 óra 59 és 9 óra 55 között. Megtörni az ekádasit elég, hogyha csak egy pici-pici morzsa gabonát megeszünk, és így elég, utána majd időbe lehet rendesen étkezni. Köszönöm szépen! Örülök, hogy sokan tartjátok az ekádasit, ez egy nagyon jó cselekvés. Köszönöm szépen a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, nyomjátok meg a csengőt. Szép napot kívánok mindenkinek, Hare Krishna!